sportosat. Híradónk vendége dr. Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar oktatója, korábbi sportszak államtitkár. Üdvözöllek! Szia! Rengeteget szerepelsz rádiókban, tévében, több helyen lehet hallani a véleményedet, sok mindenről megformálod, ami helytálló. És arra gondoltam, most volt egy kis szünet, utóbbi egy hónapban nem hallottam a hangodat a rádióban, hogy mi a véleményed a magyar labdarúgó válogatott pazar teljesítményéről? Nem vertnek érezem ezt, mert ugye köztudott, hogy a labdarúgásban benne voltál, benne vagy, már csak voltál múlt idő, kapcsolatod révén is Paks, hogy ne soroljam tovább. Hát aki a zöld füvön nő föl, tehát a pályán, az nyilván bármennyire is próbálja, vagy akarja, nem tudja elkerülni, hogy időről időre ne találják meg feladatok. Azt mondta itt a műsorban, hogy hálás témával, vagy örömteli témával kezdjük. De most mindenki örül, mindenki újjong, hogy a magyar labdarúgó válogatott, ugye a Nemzetek Ligájában, az A-csoportban vezet. Igen, ezt nem kell magyarázni. Tehát ha a legjobb elemét, vagy az számomra a legértékesebb részét szeretném kiemelni, akkor mindenképpen az egy zseniális ötlete volt az MLS-nek, hogy a zárt kapucs meccsre először elérte, hogy a szabályok módosuljanak, tehát hogy lehetőség legyen arra, hogy 14 év alatti gyerekek kísérőkkel ott legyenek a stadionban, és azért 30-valahány ezer gyerek volt, és hogy 30-valahány ezer gyerek előtt a magyar labdarúgó... És 60 ezer kísérő. Nem gondolom. Én azt gondolom, hogy ezért szabályokat próbálta betartani mindenki. Tehát azt hiszem, úgy volt a szabály, 10 gyerek, egy felnőtt, de az ott lévő gyerekeknek az egy életre szóló élmény, hogy a magyar labdarúgó válogatott tétmeccsen, még ha ez Nemzetek Ligája is, ami van, aki tétmeccsnek gondol, valaki nem, de egy hivatalos UEFA rendezvény megverte Angliát. Én abban egészen biztos, hogy ezeket a gyerekeket megnyerték a fiúk a focinak. Lehet, hogy csak nézőnek, lehet, hogy játékosnak, bármilyen formában, de hogy ők életük végéig erre emlékezni fognak, és szeretni fogják a magyar labdarúgást, az egészen biztos, és szerintem ez egy fontos elem. Jó, mi történt az albánok elleni két vereség után? Mi történt a magyar labdarúgó válogatottal? Egyáltalán akkor most hová helyezzük? Te, mint szakember, hogy látod? Hát amikor így zárt körben beszélgetünk, tehát ha most négy szem közt beszélgetünk zárt ajtók mögött, akkor azt gondolom, hogy nyilván a minden ilyen sikert, és azért itt valóban az Angliát kétszer megverni, meg a németektől egy pontot elvenni, az szerintem az óriási siker bármilyen mérkőzésen. Ráadásul mondom, ez most nem edzőmeccs, hanem ez hivatalos rendezvény. Ezt fújni kell ennek a füstjét, amennyire csak lehet. Zárt körben, szakmai körben nyilván a helyén kell kezelni. Nyilván az angoloknak magánügye, hogy ők mennyire voltak motiváltak, vagy nem. A mieink azok maximálisan motiváltak voltak, és ez jó. A magyar-német meccset én német csatornán néztem. Nyelvtudásomat próbálom így szinten tartani, és ott úgy fogalmaztak a mérkőzés után, hogy hochverdient. Tehát, hogy messze menően megérdemelt volt a magyarok pontszerzése. Tehát azt gondolom, hogy ennek a reálisan kell kezelni mindig szakmai körökben, és azért, hogy a gyerekek és a nézők, szurkolók lelkesre megmaradjon, pedig fújni kell, amennyire csak lehet, mert most szerencsére van mit. Jó, de mitől lett ennyire jó a magyar labdarúgó válogatott? Én azt gondolom, hogy a Rossi kapitány továbbra sincsen könnyű helyzetben, szerintem, és ezt régóta mondom, a legjobb választás ő, hiszen őt a magyar szurkolók elfogadták, ő ismeri a magyar labdarúgást, érte eredményt a magyar labdarúgásban, tehát legitimálta magát, egy nálunknál fejlettebb futballkultúrából érkezik, és láthatóan kiválóan tud közösséget teremteni. Tehát ő egy mara jó választás, már bocsánat, hogy ezt a jelzőt használom. De nincs könnyű dolga, mert nincs 11 nemzetközi szintű labdarúgunk továbbra sem. Az nagyon jó, hogy most már egy fél csapatra való olyan játékosunk van, aki top bajnokságban játszik. Ugye top bajnokságnak tartjuk az angol, spanyol, olasz, német és egyesek a franciát.
Ez szerintem jó. Akkor lesz reálisan jó válogatottunk, ha ez nem 4-5-6 játékos, hanem 30-40. Tehát ilyen szempontból nagyon messze vagyunk Európa élétől, de egy-egy ilyen mérkőzésen, amikor a csapat valóban csapatformát mutat, akkor lehet ilyen eredményeket elérni. A németek is egyébként az elemzésük során azt emelték ki, hogy számukra azért is fájó ez a döntetlen, hiszen ugyanez a magyar labdarúgó válogatott kétszer kikapott Albániától, és ezzel a kvalifikációs esélyét minimálisra csökkentette, vagy áttette a nemzetek ligájára, ahonnan egyébként egyszer már sikerült. Jó, tehát a titkot nem tudjuk meg. Korábban... Nincs ebbe titok. A titok az, hogy Rossi tud, vagy szerintem az a titok, egy olyan közösséget tud teremteni, hogy ez a csapat szívét, lelkét maximálisan kiteszi. Jó, akkor ez meddig tartható fent, ez az állapot? Ez a válogatott, én ezt Ervin Koemantól tanultam meg, aki volt a Magyar Labdarúgó-válogatott szövetségkapitány, amikor én az MLS főtitkára lehettem, hogy ez most óriási siker, és ezek a játékosok kiváló futballisták, Rossi remek kapitány a következő meccsig. És a következő meccsen új történet kezdődik, ugye ez ősszel lesz, amikor az olaszok és a németek bajnokságból jönnek egy VB felkészülésbe, az olaszok nem, ugye, mert ők nem mennek a VB-re, de akkor az szerintem más motivációs bázisról indul, ott kíváncsi leszek, hogy ott mondjuk a németekkel mit fogunk játszani, mindegy szezon után, amikor nekünk ezek nagyon fontos meccsek, olyan mondjuk, mint a Magyar Kupa, igen, amikor a Fradi elmegy, mert muszáj neki a megye egyes csapattal játszani, a megye egyes játékosnak meg élete meccse. Ez nem von le semmit egyébként az értékéből, tehát nehogy valaki félreértse. Akkor össze okosabbak leszünk végül is? Szerintem nem leszünk okosabbak, szerintem hát okosak nem tudom vagyunk-e, de szerintem ebben nincsen titok. Mm-hmm. Tehát ugye egy angol-magyar-magyar-angol meccsen a magyar csapat a kicsi, és abban nagyon jó. Tehát egy nagyon szervezett olaszos futballt játszik, rendkívül pontosan a kevés kínálkozó lehetőségét jól kihasználva, szerintem kiváló vezér a pályán Szalai Ádám, tehát aki őt folyamatosan kritizálják, azok nem nagyon értik ennek a lényegét. Én azt gondolom, hogy a csapatnak a karaktere az nagyon megváltozott azóta, amióta ő hordja a karszallagot. Tehát minden, ami nagy csapatok ellen kell, csak az ebben a csapatban meg lehet. Nem véletlen, hogy Gyugyákra nem volt szüksége a Rossinak. Ez a mindenkori kapitány vagy edző dolga és privilégium, hogy eldöntse. De lehetett ilyen emberi mentális dolgok a háttérben? Én ugye foglalkozom ezzel egyre többet az elmúlt években, sok sportolóval, vagy egyre több sportolóval, most már képzést is tartok, tehát ahogy próbálok kollégákat nevelni, vagy olyan embereknek segíteni, megérteni a sportokat, meg könnyebben tudjak velük bánni, akik erre fogékonyak. Én azt gondolom, hogy ma a sportban ez egy rendkívül meghatározó dolog. Itt volt most a vizes világbajnokság. Ugye láttuk, volt két vízilabda csapatunk, láttunk egy rendkívül motivált női válogatottat, és egy rendkívül alul motivált férfi válogatottat, miközben mondjuk az amerikai és a magyar férfi vízilabda válogatott között játéktudásban óriási a különbség, ami miénk javára. De az amerikaiaknak az a meccs fontos volt az 5.-8. helyért, a miénknél a bevonuláskor látszott, hogy ők nem nagyon szeretnének már ott lenni. Egyébként mi történt a férfi vízilabda válogatottal? Ezt a Mersz Tamás tudja, szerintem azt is mondta, hogy ő tudja. És hogyha ez nem itthon van ez a világbajnokság, akkor nem ezt a keretet rakja össze, talán valami ilyet mondott. Igen, és ugye bennem azt ébresztette fel, hogy néhány öreg játékosa volt neki problémája, mert ő azt mondta, erre utalva, hogy fiatalokat tett volna be. Tehát én nem kezdek el találgatni, mert a terep kompetenciám nem olyan erős a vízilabdában, mint mondjuk a labdarúgásban. Nekem sem, csak ugye próbáltam így összerakni. Tehát szerintem a Tamás tudja pontosan, azt mondta, hogy ő tudja pontosan, hogy ez miért alakult így. Én ezt nem tudom megmondani. Az látszott, ott mondom, amikor a bemutatás, hogy a vízilabdában egy ilyen világverseny úgy zajlik a bemutatás, hogy egyenként jönnek be a játékosok, amikor a nevük elhangzik. És ott nagyon kevés olyan magyar játékos láttam én, akin azt láttam, hogy ő szeretne ott lenni, és itt most akkor nyerni akar. A legtöbb elég unottan, vagy nem akarom módjára sétált be.
És ugyaneznek meg az ellentéte volt a női válogatott Bíró Attila vezetésével, akik meg hihetetlen motiváltan játszották végig ezt a világversenyt. Persze lehet arról beszélni, hogy a vízilabdát nem lehet összesen a futballal, mert abban több mint 200 ország van, a vízilabdában meg mondjuk egy labdarúgó NB1-nyi, de a világverseny az akkor is világverseny, és láthatóan egyébként megtelt az uszoda. Tehát a magyar embereket ez izgatta, és mindig tele volt az úszoda, amikor a magyar válogatott játszott, és azoknak az embereknek ez biztosan nagyon fontos volt. Nem egy vízilabdázó, volt vízilabdázóval beszéltem, volt, akit adásban is elmondta, hogy nem néz vízilabdát, mert nem látható. Tehát ami valójában történik a vízben, ez egy filozófiai kérdés, látod. És ez, innentől kezdve nem nézi. És ez a sportnak a jövője. Én azt a butaságot szoktam mondani, hogyha valaki Balaton-Lelin a Sziszi büfébe bemegy, és kér egy lángost, meg valamit iszik hozzá, és megy valami sport a tévében, annak a sportnak van létjogosultsága hosszú távon, amelyiket akkor is nézi, ha már elfogyott a lángos. Tehát nem áll föl és nem megy el. Tartok tőle én is, hogy a vízilabda az nem tartozik ezek közé. Egyébként sokféle szabálymódosítási javaslat volt. Én a Gergely Pistivel, aki most jó ideje a Honvéd elnök, sokat beszélgettem erről, hogy legyen más színű labda is, amikor azzal kettőt ér a gól, hogy legyen rövidebb a pálya, mert ugye a fölúszás, visszaúszás egy csomó felesleges idő, ami nem élvezhető, hogy legyenek bemikrofonozva a játékvezetők, és kelljen neki elmondani, hogy mit fújt, hogy legalább értse az, aki mondjuk csak azért nézi, mert hogy a fiúk szépek, és ő meg tizenéves lány, és ez tetszik neki. Tehát biztosan lehetne azért tenni, hogy ez a sportág érthető. Meg ugye arról volt szó, hogy kamerák lesznek a víz alatt elhelyezve, hogy lehessen látni, mi történik a víz alatt. Ez is felmerült, de aztán, hogy ez... Ez egy nagyon nehéz. Nyilván, aki elfogultan szereti a vízlabdát, az érti, hogy mi történik. Nekem volt szerencsém nagyon régen egyszer Gyarmati Dezső bácsival vízilabda meccset nézni, és ő mindig megmondta, hogy a következő támadásnál mit fog ítélni a játékvezető. És mondjuk 10-ből 9-szer azt ítélte. Nyilván labdarúgásnál is nagyon sok vita van arról, most ugye a katari világbajnokság kapcsán egyrészt az, hogy szabad-e Katárban, hogy szabad-e ősszel-télen, és most ugye csip lesz a labdában, és lesz 12 kamera, tehát a les helyzetek megítélése fölgyorsul, mert hogy azonnal lehet mutatni. Én azt gondolom, hogy az igazságosság irányába haladunk, az mindig jó, ha nem veszi el a lényegét. Nekem azért tetszik ez a... Ez a nagy. Nekem azért tetszik a videózás, mert az igazságosság irányába megy, hiszen a játékvezető kimehet, megnézheti, és legalább arról dönt, amit lát. Mert annyira fölgyorsult a játék, hogy sok esetben a játékvezető érzésből ítél. Vagy az a játékosok arca alapján, és nem az alapján, hogy látta, vagy nem látta. Ez egy jó dolog, hogy ítél egy 11-est, kimehet, megnézheti, akkor még mindig hibázhat. Még mindig ítélhet rosszat, tehát az emberi faktor az nincs ebből kivéve. Ugye a Platini, aki szerintem kiváló UEFA elnök volt, nagyon jó volt vele dolgozni, ő mindig azt mondta, hogy ő nem szereti a technológiát, mert hogy ha van egy játékvezető hiba, arról hetekig beszélnek az emberek. Ugyanakkor nem elkerülhető, hogy majd bevezessük, mert hogy az emberekben megvan az igény arra, hogy igazságos legyen a játék, és miután technológia megvan, tehát látod azt, hogy a németek ellen az angolok lövése a gólvonal mögött pattan a VB-n, mindenki látja, csak a játékvezető nem, és akkor egy biztosan rossz ítélet van. Tehát, hogyha ezeket, az, hogy mi a gól, mi a les, ami objektivizálható, azt szerintem érdemes objektivizálni. Bocsáss meg az igazságosság szón. Érdemes egyáltalán rágódni? Most csak maradjunk a magyar labdarúgásra, amikor tudjuk jól, hogy vannak csapatok, akik valahonnan milliárdokat kaphatnak, és olyan játékosok lehetnek, míg a másik, míg meg sehol senki, és akkor... Szerintem a sportban már nincs igazságosság. Hát akkor ehhez definiálni nekem, hogy mi az igazságosság. Ugye én arra gondolok elsősorban, hogy a sport még mindig előrébb jár, mint az élet bármely területe, hiszen egy jól körülhatárolt játéktéren elvileg mindenkire egyformán érvényes szabályok mentén játszunk. Szerintem ez jó. A Bayern Münchennek a gazdasági háttere sem egyezik mondjuk a Mainzéval, vagy a Barcelona és a Real Madridé nem egyezik az Athletic Bilbaóval. Ott is van mögötte állami pénz, tehát önmagában ezt nem tartom ördögtől valónak. Az, hogy ez hogyan zajlik, miképpen, azon már lehet vitatkozni, egyébként a folyamatok tisztán zajlanának, akkor szerintem ez nem biztos, hogy baj. Európa nagy bajnoksága, vagy szinte az összes bajnokságban már úgy néz ki, hogy van 2-3-4 erős csapat, míg az angoloknál is ugye azt mérik, hogy melyik az az öt. Igen. De én szerintem ez így van.
Tehát Magyarország kicsi, nem lesz, én szerintem hiba a 12 csapat, független, hogy ki találta ki, meg hogyan. Szerintem az ország felében megszüntették ezzel a gyerekek motivációt, hogy labdarúgók legyenek, mert az nem motiváció, hogy NB3-as labdarúgó legyen valaki. Tehát szerintem a 16 csapat az fontos. Erre a legjobb érve az szokott lenni, ha valaki a FIFA játékkal elkezd játszani, és bajnokságot választ, nincs olyan gyerek, aki olyan bajnokságot választ, amiben 16-nál kevesebb csapat van, ez tapasztalat. Az, hogy melyik csapatnak mennyi pénze van, honnan van pénze, ezen nyilván lehet vitatkozni. Szerintem önmagában ez nem gond, aztán, hogy milyen módszerekkel zajlanak a dolgok, az már engem jobban zavar, de hogy mi az igazságosság a sportban, erről lehetne filozofálni. Tehát ez, igen, akinek mondjuk az atlétikában jobb cipője van, vagy az úszásban előbb jutott hozzá ahhoz a ruházathoz. Tehát ez mindig, akinek több pénze van, annak előnye van. Technika jön, akár tetszik, akár nem, csippor tesz a labdában. És hogyha ez beválik a világbajnokságon, akkor utána a magyar bajnokságban is ilyen labdák lesznek majd? Na itt például igazságosság kérdése, ha már ezt felvetetted, ugye sokan azért támadják a technológia ilyen szintű megjelenését a labdarúgásban, mert hogy kétféle labdarúgás alakul ki. Az egyik, ahol ezek a technikai eszközök, vagy ez a technológia használható, hiszen meg tudják fizetni, a másik az, ahol nem. Tehát látjuk azt, hogy Magyarország is jóval később kapcsolódott be a videózásba, mint a világ éle. Ezzel nem csak a csapataink vesztettek, mert nem tudtak fölkészülni a nemzetközi területen erre. Tehát más az, amikor nem mernek már olyan faltot csinálni, amiről azt gondolja, hogy nem látja a bíró, hiszen vissza lehet nézni, a magyar még mert. És elvesztettük azt az esélyünket, hogy játékvezetőink legyenek a világversenyeken, hiszen mi nem használtuk, ezért nem alkalmazták a játékvezetőinket, és innentől lemaradásban vagyunk ezen a fronton is. Miközben arról jó híresek voltunk, hogy ha csapatunk nem is volt a világbajnokságon, de egy játékvezetőnk mindig. Tehát szerintem ez egy hiba volt. De ha megyünk tovább, Magyarország is az első osztályban van, a Magyar Kupában nincs. A harmadosztályban nincs, a megyében nincs. Az kétféle labdarúgás. Máshogy húzzák be a lest, ha van videó, meg ha nincs. Tehát ilyen szempontból lehet ezen vitatkozni. Mennyire változik a világban a sport? Itt az öt tusa. Mit szólsz ehhez a most kipróbálás alatt álló öt tusa? Hát, többször sem vagyok szomorú. Egyrészt nekem az öt tusa az ötnapos öt tusa volt. Tehát már amikor ez egynapos lett, aztán másolok lettek a számok, aztán ez 4,5 tusa lett ugye a lézerránnal, nekem már ez se tetszett. Azért is fáj ez nekem, mert dolgozom 2-5 tusázó gyerekkel sportkócsként, akik elképesztő motiváltak, és ugye 28-as és a 32-es olimpiára készülünk, ami az egy picit odébb van, tehát minden jelenlegi döntést úgy hoznak, hogy az befolyásolja vagy sem az olimpiai részvételt, és élek hát a 32-es élek az nagyon kérdéles. Nem lesz. Tehát én szerintem ez a döntés, hogy kivették a lovagat, ez szerintem már 28-as lesz olimpián az öttusa. És az óriási baj, mert a sport egyik alapköve a hagyomány. Na ez a két fiatal hogy dolgozta fel ezt? Ők élvezik azt, hogy ez a akadálypályás mutatvány lesz, mert arra lehet készülni. Ugye még annyira kicsik, hogy még a lovaglással nem... És nyilván gyerekként abban kell, hogy higgyenek, hogy ott lesz az olimpián, mert hogy ők olimpiai bajnokok akarnak lenni. Én szerintem nagyot hibázott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és a sportolók sokkal jobban látják, hiszen komoly felzúdulás volt meg lesz, de most ott is van, ugye egy másfél órát kell megcsinálni, sokkal drágábbá tette, hiszen mind az öt számhoz külön versenybíró kell, nem lehet áttelepíteni a versenybírókat, annyira sűrű, tehát ott nekem egy teljes őrület, amit a Nemzetközi Öttusában, szabályalkotásban művelnek. Nyilván én ezt kívülről látom, tehát nem vagyok fölkészítve arra, hogy mi miért történik, de amit ebből látni lehet így sportvezetőként, az ijesztő. Van még olyan sportággal hasonló változások várható, csak mi még laikusok nem tudunk erről? Én azt gondolom, hogy a vízilabda nagyon nagy bajban lenne, hogyha nem a Nemzetközi Úszószövetség tagja lenne. Ugye ezt tudni kell, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban a programról, ott nem versenyszámokról vagy sportákról döntenek, hanem szövetségi szinten. Tehát ott nincs esélye csak akkor, hogyha a Nemzetközi Úszószövetség döntene arról, hogy nincs vízilabda. Szerintem bajban van az amatőr ökölvívás, szerintem, mert ugye megint az igazságosság, meg az objektivizálás, valahogy az sosem sikerül. Régóta bajban van a kötött fogású birkózás, ami szintén nehezen érthető az emberek számára, és ahogy hozzák a szabályokat, egyre nehezebben érthető.
szerintem a vívást sikerült megmenteni azzal, hogy videózni lehet, tehát ezzel érthetőbbé vált, hogy most már egyértelműbben gyulladnak a lámpák, tehát szerintem ott jó az irány. A kajakkenúban is a versenyszámok átalakításával, a sporták számára szerintem ez jó, mert a létét nem veszélyezteti, vagy kevésbé veszélyezteti, nekünk magyaroknak kevésbé, mert a mi klasszikus számainkból kevesebb van, és jönnek be új számok, amire egyszerre kell, hogy fölkészüljünk a világgal, tehát nincs előnyünk. Tehát a klasszikusan eredményes magyar olimpiai sportágak egy jó része érintett abban, hogy a világban a sport változásának tendenciája nem abba az irányba mutat, ami nekünk jó volna. Zárásként egy személyes kérdés. Barátodról. Balzsai Károlyról. Csak jókat tudok róla mondani. Mi van vele? Dolgozik a Honvéd ökölvívó szakosztályában, azt látom, hogy óriási lelkesedéssel csinálja, egyre több gyerek keresi meg, mert talán nem csak én látom azt, hogy amit a Karcsi tud, azt nagyon kevesen tudják ebben a sportágban Magyarországon. Ugye ez a német kapcsolatai, amit ő a ringben harcolt ki magának, azt a tiszteletet, az megvan most is, meg a kapcsolatrendszer is. Ő egy nagyon dolgos, nagyon eltökélt fiú, vannak ugye határon túli kapcsolatok is, hogy a Honvéd alá próbálnak határon túli magyar területekről betagozódni. Szerintem nagyon jó munkát csinál a Karesz, ahogy a felesége is a tornában, a Kásiben. Karesznek a betegségéről, harcáról írtál egy szívszorongató könyvet. Mi van a betegségével? Hát az már a múlt? Igen. Teljesen most már? Igen, a könyv azzal zárul, hogy az happy end, ugye ez 22 fejezet, ebből két fejezet csak a betegség, tehát itt a kezdetektől próbáltuk a Karesszal közösen bemutatni azt, hogy mit élt át ringben és ringen kívül. Igen, tehát amikor a könyv lezárul, ez kb. 2 éve vagy 3 éve jelent meg, ott úgy zárul, hogy azt a csatát is ő nyerte. Csak ugye szokták mondani, hogy várni kell éveket, hogy végleg azt lehessen mondani. Azért kérdezem, hogy teljesen rendben van a Karcsi. Teljesen rendben van. Boldog sportoló apuka is, hiszen az egyik lánya tornász, a másik, akiről részben beszéltünk, öttusázik, úgyhogy, és fantasztikus a két gyerek is. Azt, hogy most nem dolgozik a válogatottnál, korábban ugye ott volt. Ez bántja, zavarja, vagy nem foglalkozik ezzel? Én azt gondolom, a sport az ilyen, tehát van egy sportági vezetés, akinek szíve joga eldönteni, hogy kit dolgoztat a válogatottnál, kit kér föl a válogatottak mellé. Van egy új vezetés, annak van egy döntése, Karesz megépíti a Honvédot. Tehát szerintem a sport az normálisan így. Megviselte egy kicsit, vagy nem? Mit mondott neked? Nem, tehát mi, akik a sportban szocializálottunk, ezeket a dolgokat teljesen természetesnek tartjuk. Tehát, ha egy vezető jön, az eldönt, hogy kivel akar dolgozni, és ez teljesen normális. Ahogy a Rossi sem ír ki népszavazást arról, hogy a Nagy Zsolt legyen a jobb hátvéd, vagy más. Nálam más lenne, nálam Nagy Zsolt, ő viszi a felelősséget, és neki van igaza, hiszen a Nagy Zsolt rugott 2 gólt, és innentől mindent tökéletes. Nem minden, még fiatal a Karcsi, tehát még lehet még szövetségi kapitány. Kérdés, hogy marad-e olimpiai sporták? Az annál, tehát az amatőr ökölvívásnál is egy állandó kérdés valóban, sajnos. Hogy mi lesz, hogy lesz vele akkor, ugye? EB, ökölvívó EB volt 2 érem. Ezek szerint akkor kis lépésekben elindultunk fölfelé, vagy azért... Bízunk benne. Nyilván, hogyha a Karesz tud kérdezni, akkor ő erre biztosan sokkal szakmaibb, és olyan választ tud adni, mert ő azért benne van. A mérő, hogy ez jó vagy nem, erről megint lehet vitatkozni. Magyarországon olimpiai sporták esetében az olimpiai eredményesség. Tehát mondjuk egy ökölvesnél most ott tartunk, hogy a kvóták száma önmagában jelzi azt, hogy hol tartunk a világban. Ugye volt időszak, amikor a Kokó aranyérmet nyert, vagy Gedő Gyuri bácsi, aztán Erdély is volt ugye érmet. Történelemben elég sok ökölvívó érmünk van, azért említettem azokat, akik már az én életemben nyertek érmeket. Most ettől távol vagyunk, de bármikor lehet egy-egy olyan versenyző, mert azért van számos olyan sportágunk, ahol a sportág maga nem erős, de mindig van egy-egy versenyző, aki odaér. Bízzunk benne, az ökölvívásban is lesz olyan, aki még amatőrként odaér, tehát hogy amatőr ökölvívónak lenni, az versenyképes lesz profi vagy félprofi világgal. Ugye hivatalosan megint a NOB fogja szervezni az ökölvívóknak a kvalifikációt. Ez jó vagy rossz nekünk?
Megint akkor maradjunk, akkor ezek szerint ennek a beszélgetésnek a fő motívum ez az igazságosság, hogyha ez abba az irányba vezet, hogy tényleg azok jutnak ki az olimpiára, akik elég jók és elég felkészültek, akkor mindenféleképpen jó. Nem sokára itt a párizsi olimpia. Zárásként. Lesz magyar ökölvívó az olimpián? Hát nagyon nehezen tudom elképzelni, nem. Tehát egy-egy ökölvívó mindig odaér. Ugye volt 3 fős, előtte 5 fős csapat, nyilván mindenki azon dolgozik. És ma annak hogy... örülni, hogyha egy kijut, akkor? Ma már sok sportágban nehezebb kijutni az olimpián, mint ott eredményt elérni. Most, ha belegondolunk a karatékánkra, ugye 10 karatés juthatott ki egy-egy súlycsoportban, ráadásul fele annyi súlycsoport volt, mint egy világbajnokságon. Kijutni a VB első 3, a kontinens bajnokok és még a ranglistán a legjobb talán 3, és kint pedig kellett nyerni, ugye 2 5-fős csoport volt, tehát kellett nyerni 3 meccset, és elődöntőt lehetett vívni, de kijutni sokkal nehezebb volt. Tehát, hogy a Hársi, a Hárspataki Gábor ugye kijutott, igen, az nagy dolog volt, ott, hogy a végén fejbe rúgta a Japánt, és ezzel elődöntős volt, és érmet nyert, ezzel történelmet írt. Tehát számos olyan sportág van, ahol kijutni nehezebb, mint kint eredménytelen, és persze vannak olyan sportágok, mondjuk a ritmikus gimnasztika, Pignicki Fanni, az, hogy egyáltalán kijutott az olimpiára, az felér más sportágban egy olimpia aranyéremmel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. További sportosat.